Estét kívánok, köszöntöm a Szombathelyi Televízió Műhely című magazin műsorának nézőit. Legelőször is azt mondanám, amit nyerhetnek, hogyha velünk tartanak a mai műsor során, és SMS-t is küldenek nekünk a 0620-2028-as SMS számra. Van 2 darab belépőjegyünk a Valentin bálba, amit a hétvégén rendeznek majd, és ennek nagyszerű vendégei lesznek, olyan zenészek szórakoztatják az érdeklődőket, akik különböző tehetségkutatókban törtek magasra. Aztán van még 2 darab jegyünk egy holnapi programra, amely az Agora Művelődési és Sportházban lesz, a szerda esti akusztik koncertek egyik részeként, mégpedig ezúttal a Szücsinger koncertre nyerhetnek jegyet, hogy mi is ez a Szücsinger. Szűcs Krisztián, aki a Heaven Street 7-ből ismert, illetve Szálinger Balázs költőíró dugták össze a fejüket, és ennek a folyamánya, hogy egy klassz kis projektet hoztak ketten össze, ők lépnek fel, tehát holnap este 7 órakor az Agora Művelődési és Sportházban, és ketten önök közül belépőjegyet nyerhetnek erre az eseményre. És hogy mi mindent tartogatunk a mai műsorba. Hamarosan beszélgetünk majd egy rendkívüli honlapról, rendkívüli abban a tekintetben, ami a célját illeti. Aztán interjút készített Németi Mária kolléganőm Madaras Gergellyel, a Szavária Szimfonikus Zenekar vezető karmesterével, sok mindenről szó esett a kettőjük beszélgetésében, ezt önöknek is megmutatjuk majd, és a Szent Márton emlékévben, emlékév jegyében Balogh Péter építésszel, helytörténeti szakértővel beszélgetünk majd arról, hogy bizony Szombathelyen működött olyan is, hogy Szent Márton céh. Hogy vajon mit takart, ez kiderül a műsor végén, azt gondolom érdemes lesz velünk tartani. Kedves nézőink, ahogy említettem tehát, a következő percekben egy honlapról beszélünk. Ennek a honlapnak a címe Evangélium 365. Ennek a honlapnak az életre hívójával, üzemeltetőjével beszélgetek a következő percekben. Horváth István Sándor atyát köszöntöm tisztelettel a stúdióban. Köszöntöm, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Azt gondolom, hogy egy kicsit most már történeti visszatekintést is adhatunk, hiszen több esztendeje működik ez a honlap, és ami pedig az apropóját adja, az az, hogy még mindig vannak új ötletek. Erről is majd a későbbiek során szót váltunk. Tekintsünk vissza annak idején, mikor is, és milyen céllal hozta életre, vagy hívta életre ezt az internetes portált. Valójában nem az internetes honlap indult először, hanem azt megelőzően közel 12 esztendővel ezelőtt, 2004. július 9-én egy levelező lista, amely azt hivatott szolgálni, hogy a feliratkozóknak minden nap elküldjük az evangéliumot. Néhány hónappal később ez aztán kiegészült azzal, hogy ehhez az evangéliumi részlethez egy elmélkedést, egy magyarázatot is írtam, illetve csatoltam, valamint egy imádságot. Így az evangélium, az elmélkedés és az imádság, mint egy kis lelki csomagként érkezett az emberekhez. Néhány évvel később, 2007-ben jutott eszembe az az ötlet, vagy talán a Jóisten sugallta, hogy jó volna egy saját önálló honlapot létrehozni, amelyiken az emberek nem csak a napi szövegeket tudják elolvasni, hanem akár időben visszafelé keresgélve is meg tudják találni a kedvenc bibliai idézetüket. Ez a honlap most már jó pár esztendeje működik, de elérkezettnek láttam az időt, hogy nem csak külalakjában, hanem tartalmilag is próbáljuk ezt a dolgot megújítani. Ennek a dátuma a holnapi nap, nagybőjt kezdete, hanvadó szerda. Még mindig egy kicsit a múltra szeretnék visszatekinteni, mert nyilván a létjogosultságát ennek a kezdeményezésnek az a sok-sok esztendő adja, amit már a háta mögött tudhat. Milyen visszajelzések érkeznek önhöz, mert nyilván ez egy fontos előremutató, és az ön számára is a munkájához erőt adó
esemény, hogyha érkezik egy-egy ilyen visszajelzés? Igen, szinte minden nap érkezik ilyenfajta visszajelzés. A közel 40 ezer mindennapi olvasó között 10 évestől 93 évesig meglehetősen széles az életkor. Nagyon sokféle ember van iskolázottság tekintetében is, illetve nem csak Magyarországon, hanem a világba szétszóródott magyarság szintén lelki táplálékként tekint erre a honlapra, illetve levelező listára. Valóban nagyon nagy az igény arra, hogy a Jóistennek a tanítása ne mint pillanatnyi látványosság jelenjen meg, akár látványos videók vagy képek formájában, hanem az mindennapi igazságként, mindennapi üzenetként, mindennapi lelki táplálékként. És pontosan ebben a tekintetben érzem én az olvasóknak a háláját és köszönetnyilvánítását. Hogy itt nem egyszeri alkalom, egyszeri felbuzdulásról van szó, hanem sok-sok éven keresztül minden nap tudjuk küldeni nekik ezeket a lelki üzeneteket, amelyek bátorításként, örömhírként, más esetekben pedig vigasztalásként szolgálnak nekik. Igen, éppen ezt szerettem volna kérdezni, hogy ez meghatározó élethelyzeteken is át tud segíteni alkalmasint? Így van, természetesen is ezzel kapcsolatban nagyon sok olyan jelzést kapok, hogy ez az üzenet az adott napon, ez valóban az ő problémájára adott megoldást és útmutatást, hogy tulajdonképpen hogyan kellene a jövőben élni. Kaptam olyan fajta visszajelzést, aki megírta például, hogy 40 éven keresztül hiába próbálta magát rászorítani arra, hogy minden nap olvassa a Szentírás, valahogy nem ment, nehézkes volt kinyitni a könyvet, megkeresni, mit olvassak, hogyan. Most egy csapásra megoldódott ez a probléma, mert minden nap ott van az elektronikus leveles ládájában, könnyedén azzal kezdi az illető a napját, és persze valószínűleg nincs is egyedül, sokan mások is ezzel kezdik a napjukat, és egészen más lesz így a nap mindenki számára, hogyha Jóisten üzenetével tudjuk indítani. Említette, hogy holnap nem csak külcsénben, tartalomban is megújul ez a honlap. Mennyiben? Az egyik legfontosabb újításunk az lesz, hogy nem csupán egy egyoldalú üzenetközlésről van szó, hanem maguk az olvasók is hozzászólhatnak ehhez az evangéliumi részlethez, illetve elmélkedéshez. Ők maguk is megvitathatják, akár velem, akár pedig egymással azt, hogy hogyan is kell értelmezni ezeket a részleteket, és nagyon bízok abban, hogy ez a fajta megoldás, ez a hozzászólás, ez a nyílt fórum még jobban felsegíti majd tárni azt, hogy az evangéliumnak, Jézus Krisztus üzenetének milyen nagy a gazdagsága és a titka. És hogy mennyi mindent tud adni, nyújtani az a gondolat másoknak is esetleg, tehát akár egymásból is merítkezhetnek azok, akik hozzászólnak. Tehát nyilvános lesz mindenkinek a hozzászólása? Természetesen, bárki hozzászólhat, akár névtelenül is, vagy akár a nevét megadva, nyugodtan elmondhatja saját élményeit, tapasztalatát azzal a történettel kapcsolatban, ami éppen az evangéliumban olvas, és így egymással valóban meg tudják osztani az emberek az élményeiket. Mit gondol, mennyire lesznek nyitottak erre a kezdeményezésre most, amikor egyre inkább azt mondják, hogy bezárkózunk, sokkal kevésbé vagyunk nyitottak a társas kapcsolatok iránt, mondjuk azért azt gondolom, hogy ha a névtelenséget például valaki választja, akkor talán nagyobb bátorsággal, bizalommal teszi ki saját gondolatait a közelé. Igen, látjuk mindannyian a világban élő embereknek ezt a kettősségét, hogy egyrészt próbálnak egy picit magukba zárkózni, mindenki a maga kis birodalmát, maga kis világát próbálja kiépíteni napról napra, másrészt pedig talán pont az internet az, amelyik megnyitja a közösségi portálok révén a kapukat a másik ember felé. Új kapcsolatok, új barátságok, új közösségek próbálnak meg kialakulni. És pontosan ezt a tendenciát, ezt az irányvonalat látva volna érdemes nekünk is az evangélium üzenetével ezen a területen előrelépni. Én nagyon bízok abban, hogy az emberek vevők lesznek erre az újfajta lehetőségre is, élnek azzal a lehetőséggel, hogy vallási kérdésekben is kifejezzék a maguk véleményét.
Nyilvánvalóan támogatja az egyházmegye is, illetve maga az egyház azt a fajta kezdeményezést, ami gyakorlatilag egy 21. század technológiáját felhasználva nyit az evangélium üzenetének a közvetítésére. Amennyire látjuk, azért ez most már ott van az egyház mindennapjaiban. Nagyon sok lelki, erkölcsi támogatást kapok mind az egyházmegyétől, mind a különféle egyházi szervezetektől, egyházi képviselőktől. Azt azért elmondom, hogy hála Istennek ezt teljesen önerőből tudjuk megvalósítani, mindenféle egyházi, illetve állami anyagi támogatások nélkül. Teljesen egyedül viszi a honlap? Nem, hála Istennek van egy kis csapat, akik segítenek ebben a dologban. Van, aki az adatbázisokat kezeli, hogy ezek a mindennapi szövegek megfelelő napra elérhetőek legyenek. Van, aki a hangos evangéliumnak a gondozását végzi, tehát nem csak olvasni lehet ezeket a szövegeket, hanem meg is lehet hallgatni. Többek között a Szombathelyi Televízió egyik munkatársa, H. Pezenhofen Brigitta végzi az ő testvérével a hangos evangéliumnak a gondozását. Van, aki a honlapokkal foglalkozik, illetve vannak olyan személyek, akik az okostelefon applikációkat programozzák. Ezeket általában én ötletelem, én tervezem meg, hogy hogyan lesz, de a megvalósításhoz már sajnálatos módon nem értek. Nagyon örülök annak, hogy 2011-ben Magyarországon az első egyházi, vallási témájú okostelefon alkalmazás mind az iOS, mind pedig az androidos okostelefonokra a mi evangélium küldő alkalmazásunk volt. Én a tevékenységükhöz sok sikert kívánok. Aki csatlakozni szeretne, azt keresse fel az Evangélium 365 honlapot, és ahogy hallották, megoszthatják akár saját érzéseiket, véleményüket is a közösséggel. Én köszönöm önnek a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, a továbbiakban pedig egy beszélgetésre invitáljuk önöket, amit most csak hallgathatunk közösen. Madaras Gergellyel, a Szavária Szimfonikus Zenekar igazgatójával, illetve vezetőkarmesterével beszélgetett Németi Mária. A Szavária Szimfonikus Zenekar színpadán Madaras Gergellyel beszélgetek, aki a zenekar karmestere, de ezen kívül még több külföldi zenekar vendégkarmestereként is dolgozik. Junior Prima díjjal rendelkezik, és még mindig csak 31 éves. Többek között egyébként a fiatalság lesz a beszélgetésünk egyik fő témája. De először egy picit beszélgessünk arról, hogy honnan a zene szeretete téged mi vonzott ebben a csodálatos világban. 5,5 éves voltam, amikor először ismerkedtem, találkoztam a zenével, én a népzenével találkoztam először, a szüleim elvittek egy népzenei táncházba, és ott leragadtam a nagybőgő mellett, mert az nagy volt, én kicsi voltam, és nagyon komoly, nagy hang jött ki abból a nagy testből. És ez nagyon, nagyon tetszett nekem, és mindenképpen szerettem volna, hogy elkezdhessek valahogy zenét tanulni. Nyilván ez a nagy bőgön nem volt annyira egyszerű, úgyhogy a zeneiskola, ahová elmentem, csináltak nekem egy kis bőgőt, csellóval átalakították, és akkor azon kezdtem el népzenélni. Aztán később a bőgőből hegedű lett, aztán ezzel párhuzamosan átértem egy dallamhangszerre, a fuvolára, és már, mit tudom én, 6-7 éves voltam, amikor megismerkedtem a klasszikus zenével. És akkor most egy nagyot ugrok előre. És mindig fontos volt nekem, hogy a fiatalokat, nem is csak a gyerekeket, hanem tényleg a fiatalokat valahogy, a magam körülöttem lévő fiatalokat valahogy involváljam az belülem sugárzó zene szeretetével valahogy ebbe az egész környezetbe. És ez lehet, hogy azért jött, mert a zenei tanulmányaim mellett én jártam rendes gimnáziumba, és ott az emberek nyilván ismerték, szerették a zenét, de azért mégsem volt akkor a nagy fogalmuk róla. Tehát úgy néztek rá, mint egy csodabogára? Kicsit olyan csodabogár voltam mindig. Már említetted, hogy a zene szeretete neked nagyon fontos, sőt azt, hogy ezt megtaníts másoknak is, a fiataloknak, hogy mit jelent a zene szeretete. De erre voltak neked korábban kezdeményezéseid, nem is egy. Két ilyen kezdeményezésünk volt, az egyik az ifjúsági kortárzenei estek, amik konkrétan a mai kortárzenét tűzte ki tulajdonképpen a figyelmünk középpontjába, és a fiatal zeneszerzőket hoztuk össze fiatal előadókkal. Ez 6 évig futott, és rengeteg kortárs magyar ősbemutatót
és bemutatót hoztunk létre, és rengeteg művet tártunk a közönség elé. Ez azért volt nagyon fontos, mert abban az időben, amikor én és Noémi mindketten konzisok zeneakadémisták voltunk, nem nagyon volt egy olyan nagy rendezvény, ami ezeket a fiatal zeneszerzőket és az ő műveiket felkarolta volna. És azt gondolom, hogy szeretjük vagy nem a kortárs zenét, ez persze megosztanak a vélemények, ez a mai zene, ez az a zene, ami ma születik, tulajdonképpen ez a mi nyelvünk, és hogyha ezt a nyelvet mi nem beszéljük, vagy legalább nem értjük, akkor azt gondolom, hogy hibát követünk el. A másik ilyen kezdeményezés volt a Budapesti Ifjúsági Szimfonikus Zenekar, ami egy intézményfüggetlen szimfonikus zenekar volt, 15 és 30 év közötti fiatalokból. Ezek a fiatal zenészeknek adtak lehetőséget, amire most itt inkább gondolok, az nem a fiatal zenészeknek való lehetőségeknek a bővítése, hanem a fiatal generációval való valahogy összeismerkedés. Mert azt érzem, hogy ezeken a koncerteken, ahol én is fellépek, és ez alól nem kivétel Szombathely sem, nagyon szépen frakban, öltönyben, feketében, fehérben, esetleg bordóban bevonulunk a színpadra, meghajlunk, és egy tök absztrakt módon eljátszunk valamit, amit sok száz évvel ezelőtt írtak, olyan közönségnek, aki ezekre a koncertekre szívesen jön, és azt kell, hogy mondjam, ez a közönség, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos közönség, nem ezt akarom kisebbíteni, ez nekünk nagyon fontos, de komplettül hiányzik belőle az a generáció, aki mondjuk, mit tudom én, a gimnázium és a fiatal felnőtt kor között van. Tehát a 16 és 35-40 év közötti generációk egyszerűen nincsenek bent ezeken a koncerteken. És ennek az okát próbálom megtalálni, ezzel nem vagyok egyedül, nem én próbálom a spanyol viaszt feltalálni, országszerte, világszerte zenekarok gondolkoznak ezeken, hogy hogyan lehetne ezeket az embereket megszólítani. És szerintem ez nem azon múlik, hogy ők a kulturálatlanok és nem jönnek be, hanem ez azon múlik, hogy mi bent ülünk egy elefántcsontoronyban, mi zenészek, és azt gondoljuk, hogy a mi művészetünk ez egy olyan magasabb tű valami, amit csak a kiválasztottak érthetnek meg. Azt gondolod, hogy erről tényleg a zenekar tehet? Nem másban kell keresni a hibát, akár például az oktatásban? Azt gondolom, hogy se nem, ez rosszul, hogy ki tehet róla. Itt inkább az a kérdés, hogy ki tesz érte. Akkor ti mit tehettek érte, mit gondolsz? Na hát ez itt a nagy kérdés, hogy mit lehet azért tenni, hogy ezek az emberek megszólítva érezzék magukat, és ne úgy érezzék, hogy valamilyen izzadságszagú, nem tudom, öregeknek való, nem tudom, hova jönnek be, amihez semmi közük. Ez természetesen ez nevelés kérdése is. Tehát, hogyha mindig az énekóra, mindig az a tantárgy, amiről az emberek a legszívesebben ellógnak, vagy a legszívesebben valami másra cserélik fel, vagy egyszerűen a tanáron átnéznek, az nem jó. Itt természetesen a tanárnak is van egyfajta felelőssége. Igenis van ezeknek a zenekaroknak is ebben felelőssége, hogy milyen fajta közönségnevelést csinálnak. Itt például a Szombathelyi Zenekarnak van egy nagyon fontos bérlet, a Zenevanók bérlet, ami a legkisebbeket szólítja meg. Ez szerintem a magok első elvetése, elültetése, elképesztően fontos, nagyon-nagyon fontos, de még mindig, tehát hogy most ezek a fiatal zenemanok tulajdonképpen eljönnek a zenekar koncertjére, és aztán kimarad 30 év, mire újra bejönnek. Pont ez az a 30 év, amire én próbálok ötleteket találni, hogy hogyan lehetne. Ez nem fog egyik napról a másikra történni. Például, vagy példákat mondjak a kérdésedre. Egyébként a diplomamunkámat én ebből írtam a Zeneakadémián, hogy a Nemzeti Filharmonikus Zenekarnak kifejlesztettem egy Vándor Filharmonikusok nevű programot, ami aztán pénz hiány soha nem valósult meg, de eljutott addig a fázisig, hogy tulajdonképpen prezentálni lehetett volna. Ez egy módja például annak, hogy megismertessük, hogy a zenekarral, egy kisebb redukált zenekarral mi elmentünk volna iskolákba, oktatási intézményekbe, és előadtunk volna műveket, de ez itt nem csak az előadáson van a hangsúly, hanem a műveknek valahogy az elmagyarázásáról, megértetéséről. Tehát szerintem a hiba, amit elkövetünk, az, hogy bejövünk, meghajlunk és eljátsszuk, és azt gondoljuk, hogy ez mindenkinek olyan egyértelmű, mint nekünk, hogy azok a hangok, azok mi mindent mozgatnak meg bennünk. És az biztos másokban is így történik. De ez nem így van. Ez egy olyan nyelv, amit meg kell tanítani, el kell magyarázni, el kell mesélni.
eszköz kell adni a fiataloknak, vagy az embereknek hozzá, hogy ez megértsék. Tehát ez ugyanúgy, mint mondjuk, hogyha életemben először olvasok egy Ady Endre verset, akkor sokkal kevesebbet fog az nekem mondani, mint hogyha megtanulnám az iskolában, magyar órán, stb., hogy hogy kell ezt értelmezni. Nem? Hogyha elmegyek egy Shakespeare darabot megnézni egy színházba, sokkal kevesebbet fog az nekem mondani, hogyha életemben először vagyok ott, és semmi rávezetés nincs. Ti mit tehettek ez ügyben? Ezek mind hosszú távú dolgok, de valahol el kell kezdenünk. Amit már csinálunk, az, hogy rengeteg koncertünknek a fő próbáját, vagy az egyik fontos próbáját nyilvánossá tesszük, és nem is tudom, hogy mikor volt a legutóbb, de pár hónappal ezelőtt bejött ide a Bartók terembe 300 gimnazista. És ez a 300 gimnazista, ő így beült, hogy na úristen, valami megint valami kötelező program. Az igazgatónővel is beszéltem egyébként, meg különböző tanárnőkkel, és kérdezték, hogy miben legyenek. Hanem ne hülyéskedjenek, hát jöjjenek a normális ruhájukban, mert tehát, hogy pont ez a lényeg benne, hogy ez nem egy olyan dolog, ahova ki kell öltözni, és akkor jobban fogjuk tudni élvezni. De hogy ezeknek a fiataloknak pont ezért lesz ez érdekes. A fenéket pont ezért lesz érdekes, pont ezért lenne érdekes, mert bejönnek, és meglátják, hogy valami olyasmit csinálunk, hogy itt is hétköznapi emberek ülnek, akik ugyanúgy facebookoznak, miközben a mit tudom, unalmas a próba, és egyébként remélem, hogy nem sok fordul elő ilyen, és amúgy ugyanúgy aztán hazamennek, és a gyerekeik meg ugyanúgy videójátékokat játszanak, és aztán ők ugyanúgy a Spárban vásárolnak meg a DM-ben. Tehát, hogy ezt kéne, hogy lássák, hogy itt nem egy mit tudom én milyen ájtatos társaság van, akik mint valamilyen szekta, így valamilyen magasztos, nem tudom mit csinál, hanem ezek húsvér emberek, akik ezt választották hivatásuknak, mert ebben egy olyan szenvedélyüket lehették az életüknek egy bizonyos szakaszán, ami erre a pályára terelte őket. Ez a feladat egy vezető karmesternek? Mi az, amit te tehetsz? Meddig ér a hatásköröd? Mitől meddig? Mi a feladatod? A hatásköröm egész hivatalosan az, hogy az évadban egy bizonyos számú fontos koncertet a zenekar élén dirigáljak. Ennél természetesebben a mélyebb feladatom az, hogy a zenekarnak az összjátékát, a hangzását fejlesszem, olyan repertoárt hozzak ide, ami a közönségnek érdekes, olyan szólistákat hozzak ide, akik a közönséget felajzzák, és valahogy tulajdonképpen a zenekar szakmai irányítása az én kezemben van. Tehát, hogy nyilvánvalóan a vezető karmester az a zenekar művészeti feje tulajdonképpen, és én ugyan nem vagyok itt, és nem fogom az ő kezüket minden nap, tehát rengetegszer van az, többször van egyébként, hogy mással lépnek föl, sőt, hát nem is tudnék mindig itt lenni. Hát ez a zenekar, ez a Szombathelyi zenekar, aki nem tudná egyébként, a tavalyi évadban 124 koncertet játszott. Na most, hogyha ezt lebontjuk, akkor ez mondjuk 3 naponta egy koncert. Ez rengeteg, rengeteg koncert. Én természetesen ennek egy töredékét vezélem, de ebben a 124-ben persze benne van az is, hogy igenis itt is vannak ilyen ifjúsági programok, igenis elmennek különböző régión belül, különböző kisebb városokba, és ott adnak elő dolgokat, ebben benne vannak a kamarakoncertek, mit tudom én, az opera, és benne vannak természetesen a nagy szimfónia bérletes koncertek, amik a legnagyobb reflektorfényt kapják itt. Tehát ez az én feladatom, amit szerintem abszolút kielégítek, de úgy gondolom, hogy nekem ennél több felelősségem van. Mégpedig pont ez, amit most elmondtam, hogy nekem a nagy álmom, hogy valahogy eljusson ez a fajta lelkesedés, amit itt egyébként 84 ember képvisel ebben a társulatban, az én saját korosztályomhoz, mert ez az, ami nekem igazából fáj, hogy az én saját korosztályom tulajdonképpen nem kap ebből a jóból. Erre nagyon sok kísérlet van, hogy ezt hogy lehetne feldobni. Nyilvánvalóan nehéz, mert nagy a konkurencia. Tehát nekünk konkurencia a mozik, konkurencia a szórakozóhelyek, konkurencia a YouTube, ezek mind, illetve az, hogy konkurenciaként nézünk rá. Viszont pont ez az szerintem, amit valahogy meg kéne oldani, hogy involváljuk ezeket ezt a többi fajta művészeti ágazatot, és valahogy létrehozunk valamilyen fajta olyan jellegű kombinációt, ami nem alacsonyodik le, tehát igenis a legmagasabb szintű klasszikus zenét játsszuk, de B, valahogy úgy csomagoljuk ezt be, hogy ezeknek a fiataloknak, akik
azt mondom, hogy fiatalok, hát a mi generációnak ez érdekes legyen. Erre például egy nagyon érdekes próbálkozás az, a Zürichben a Tonhalle zenekar kezdte el, és most már a fesztivál zenekar is csinálja Budapesten, hogy csinálnak ilyen évfél körüli, vagy este 11-kor kezdődő koncerteket. Olcsó, tehát még tegyen egy mozi egy áráért körülbelül. Tehát nem az van, hogy mindenki szépen kiöltözik a zenészek és közönség is egyaránt. Az is fontos persze, de az annak egy másik jelentése, másik hangulata, másik tulajdonképpen másik oka van. Kicsit ez olyan, mint amikor régen az emberek kiöltöztek a templomba, és akkor kiöltöztek az operába, és akkor kérdezte az egyik a másikat, hogy na mi volt az operában, mit láttál az operában? Hát azt láttam, hogy a szomszédnak van egy nem tudom milyen szép új piros ruhája. Tehát hogy igazából itt volt egy ilyen szociális jelentése is ezeknek. De pont az, hogy ezt valahogy eltüntetni és lecsupaszítani, egészen odáig, hogy mi az, amit mi csinálunk. Szerintem egy szuper ötlet, amit a fesztivál zenekar csinál, hogy a zenekart kimozdítják a próbateremből vagy koncertteremből, beteszik mondjuk egy olyan helyre, mint mondjuk nyáron itt a Szimfónia Kávézó mögötti belső tér. Ez mondjuk tényleg nem megvalósítható, de nyáron igen. Beteszik a kottákat, székeket, kottáványokat, és mondjuk két szék közébe tesznek egy-egy babzsákot. És ezek, tehát, és bejönnek, mit tudom én, ez a legnehezebb, hogy bejönnek. De egy ideális világban bejön ide mondjuk, mit tudom én, 80 fiatal, és mindenki leül oda, ahova szeretne. Leül oda mellém, leül a hegedűs mellé, leül 5 méterrel arrébb, fölül a galériára, hogy lássák, hogy milyen egy ilyen zenekar, hogy működik, mik a mechanizmusok. Látsz arra a realitást, hogy esetleg most idén-nyáron ez nálunk megvalósul? Hát én nagyon remélem, hogy sikerül valami esőt összehozni. Az biztos, hogy tervezzük, hogy a jövő évad elején, szeptemberben legyen a főtéren, vagy valahogy egy ilyen szabadtéri koncertünk, ami mindenki számára ingyenes, és attól mindenképpen ez a másik dolog, hogy nem elég eljátszani a zenét, kell is róla valahogy mesélni. Tehát amikor nem tudtam végigmondani, de amikor ide beült az a 200 középiskolás, akkor úgy tudtam tulajdonképpen megfogni őket, hogy egyrészt kellett próbálnunk, tehát kellett haladnunk itt a munkával. Másrészt meg, mit tudom én, minden 5. percben hátrafordultam, és elmondtam nekik, hogy most miért csináljuk ezt. Miért van az például, hogy mondjuk nekünk, mitől lesz mondjuk egy előadás jobb? Mi egy karmesternek a feladata ahhoz, hogy egy előadás jobb legyen? Mi az én feladatom? Már eleve ez egy nagyon absztrakt dolog, nem? Tehát, hogy megyek az utcán, és valaki megkérdezi tőlem, hogy én mit dolgozok, megmondom, hogy karmester vagyok. És amikor kiderül, hogy ezért még pénzt is kapok, akkor tehát, hogy az embereknek fogalma sincs, hogy mi az, amit én csinálok, azon kívül, hogy fura ruhában ugrándozok egy pálcával a kezemben a zenekar előtt. És ez teljesen normális, hogy ennek ez a legtöbb emberben ezzel kapcsolatban ezek az asszociációk. De hogy ez ennél több, és miért több, azt én úgy gondolom, hogy igenis az én tisztem ezt adott esetben elmagyarázni és elmondani. És ezek például nagyon jó alkalmak arra, hogy ezeknek a gimnazistáknak például elmagyarázzam, hogy mi egy karmester, vezető karmester vagy vendégkarmester, tök mindegy feladata egy zenekari próba folyamat során, ami a koncertet megelőzi. És szerintem ezek azok a pici lépések, amikkel mi, mint zenészek, mint zenekar, mint Szavária Szimfonikus Zenekar, mint Madaras Gergely, nyithatunk valahogy e felé a generáció felé. Persze, ami szerintem, amiben lépéseket kell tennünk, és ahol az igazi investálásra szükség van, az, hogy eleve eljusson ez a bizonyos hajlandóság a fiatalokhoz is. Erre nincs más mód, mint az, hogy valakik a zenekarból, esetleg egy külön tím, vagy ehhez értő csapat összeállítson egy ütős valamilyen fajta ilyen, vagy videót, vagy képanyagot, mert természetesen a zenekar fenn van a Facebookon, persze, hogy fenn van, sőt, majdnem 5000 lájkolunk van. Tehát ez még nem jelent semmit, ez még nem azt jelenti, hogy ezekhez az emberekhez ez minden is jut. Valahogy, most csak itt példákkal dobálózok, ezek az ötletek, amikről beszélgetünk itt a Szavária Szimfonikus Zenekarral, amit szeretnénk megvalósítani szépen lassan, elmenni az egyetemre, és elmondani a fiataloknak, hogy lesz ez a bizonyos koncert, gyertek el. Vagy olyan koncerteket szervezni, ez a másik nagy álmom, aminek az első fele,
ez a bizonyos, mondjuk Puffos Zsámolyos klasszikus koncert, ahol igenis eljátszunk, mit tudom én, egy Mendelssohn szimfóniát, vagy eljátszunk egy, most még érdekesebbet mondok, mit tudom én, egy Bartók darabot, ami aztán nagyon sok fiatalnak, aztán, hogyha először hallanát, és vezetés nélkül hallanát, tényleg hajmeresztő lenne, és aztán ugyanez a társaság, mit tudom én, aztán a zenekar kivonulna, kiviszük a székeket, és hívunk egy DJ-t, és azok pedig buliznak egy nagyot. Tehát ugyanaz a társaság, tehát mondom már, egy exkluzív van, tulajdonképpen egy, nem, az exkluzív az rossz szó, de egy olyan társaság, aki már hajlandóságot mutat ez iránt, az összejönne, és aztán partizálnak egy nagyot. És szerintem ezzel szépen lassan kialakulhatna egy olyan fajta generáció itt Szombathelyen, akik igenis érdeklődni fognak elkezdeni a mi többi koncertjeink iránt is, és rá fognak jönni, hogy tulajdonképpen ennek nem az elsődleges célja, hogy én frakban és csokornyelkendőben, pálcával a kezemben ugráljak a zenekar előtt, és mindenki szépen kiöltözön és kirúzsozza magát, hanem ennek tényleg az a célja, hogy ez a zene, amit mi itt játszunk, ez élvezhető, ez jó, és ez a miénk. Sok sikert kívánok, köszönöm szépen! Felvétetett a Kultúrkör Egyesület képzőművészeti szakosztályának 935. november 23-án este 6 órakor megtartott üléséről. Jelen vannak dr. Gotthárd István elnök, és stb. Ezt az idézetet abból a jegyzőkönyvből, illetve abból a nagyon régi kötetből mutatom, amelyet Balogh Péter hozott el a Szombathelyi Televízió stúdiójába. Jó estét kívánok! A Szombathelyi TV híradójában önök talán már meg is szokták, hogy a Szent Márton emlékévben egy percben elevenítjük fel a Szent Mártonhoz, az ő kultuszához kötődő mai emlékeket. És ennek a sorozatnak az egyik része lesz majd a Szent Márton céhről való megemlékezés. Az egy perc azonban kevés ahhoz, hogy felvillantsuk, hogy mi mindent tudhat maga mögött ez a céh, és hogy bizony Szent Mártonnak még céhe is van. Erről azt gondolom kevesen tudnak. Pétert arra szeretném kérni, hogy ennek a történetét egy kicsit világosítsa meg. Egy kicsit vissza kell menjünk az időbe, hogy tetszett olvasni. 1935. november 23-án tartotta a Kultúr Egyesület képzőművészeti szakosztálya, mert ez volt az előző neve, egy gyűlést, ahol Tóth János felvetette, hogy hát kellene valami nevet választani ennek a cégnek, hogy markásabban tudjanak megjelenni. Ő a Szili János Kultúr Egyesületet, társaságot javasolta, egy másik tag pedig Pályer Endre, orvos és amatőr festő, pedig a Szent Márton céhet. És el is határoztak, hogy maradnak a Szent Márton cég mellett, és a következő ülésen már rögzítették, hogy ezután így fognak szerepelni. Na most egy kicsit vissza kell, hogy menjünk az időbe, két vonalon. Az egyik az, hogy ugye volt ennek a társaságnak előzménye. 1899-ben alakult meg Vasvár megye Szombathely Város Kultúregyesülete. Már a Éhen Gyula is többször hangoztatta, hogy kellene valami kulturális szervezet a városnak, hogy összefogja a kulturális életet. És hát lényegében ebből a gondolatból már megvolt a régészeti egylet, született meg az, hogy múzeumot építsenek, úgyhogy 1908-ban megépült a múzeum, amit a kultúrpalotának is hívtak, nem csak múzeumnak, és 10-ben pedig Velde Gyula tervei alapján kibővítették, és akkor a nagy terem, amiben aztán kiállítások és akár színjárodások is voltak, épült meg, tehát megvolt a helye. És hát kezdtek kiállításokat rendezni. Igen, ám csak közben jött a háború, és hát az sok zavart okozott, és nem nagyon élt a kulturális élet a városban akkor. Aztán 1919-ben újra szervezték, nagyon határozottan akarták új irányba terelni ezt a mozgalmat, és akkor megalakult a Szombathely, Vasvár megye és Szombathely Város Kultúra Egyesülete, amelynek 4 szakosztálya lett. Volt egy zeneművészeti szakosztály, egy közművelődési szakosztály, egy szép és iparművészeti szakosztály, valamint egy irodalmi szakosztály. No, ebből a szép és iparművészeti szakosztályból fejlődött aztán ki a Szent Márton cég,
ami 35 végén alakult ugye még jegyzőkönyv szerint, és 36-tól bár ezen a néven szerepelt. Na most a másik, hogy miért céh? A 20. században egy kicsit divat lett, hogy céheket hoznak létre, már művészeti társaságok, de ennek egy régebbi története van. A cég, mint elnevezés, ez a középkorból ered, akkori iparosok, kézművesek szerveződtek egy ilyen érdekvédelmi társasággal, ezek voltak a céhek, volt minden iparos társaságnak, szabóknak, csizmadiáknak, kovácsoknak, stb. Céhük, akik köztestületek voltak, saját önkormányzattal rendelkeztek, a vezetőjük a céhmester volt, és minden segédnek, inasnak, tanoncnak tagja kellett, hogy legyen. Védték az érdekeiket, ezek az árak tekintetében, a minőség tekintetében is érvényesültek, és a képzésről is gondoskodtak, mert a Vándor utca mentek ezek a segédek Európába, külföldre, azt sok történetből ismerjük, ahol a tudásokat gyarapítottak és visszatértek a céghez. Tehát ez volt a történeti háttere ennek, és hát a művésztársaságok is ezt választották, hiszen azonos gondolatok, azonos tevékenységek alapján társultak. Hát több ilyen cég volt már előtte is, 1914-ben alakultán az egyik első, ezt a körösfői kis aladárék, céhbeliek, így hívták őket, hozták létre, ők inkább ugye ők a szecessziónak voltak a képviselői, aztán alakult egy munkácsi cég, amely főleg a műgyűjtéssel foglalkozott. Debrecenben alakult 35-ben az Ajtósi Dürer cég, amely pedig a grafikusokat fogta össze. Tehát ilyen neve, előzményei voltak, hát ők pedig a Szentmártó nevet választották, és ők is cégként határozták önmagukat. Most miközben mi beszélgetünk, a közben a nézők már láthatják azokat a felvételeket, amelyekhez Balogh Péter segített minket. Tulajdonképpen azoknak a festőknek, képzőművészeknek az alkotásai láthatók, akik tagjai voltak ennek a céhnek. Mennyire széles körű volt ez a társaság? Elég széles körű volt. Annyit még hadd mondjak el, hogy ugye a célja az volt a megalakulásuknak, a közízlésnek a fejlesztése, azért rendeztek rengeteg kiállítást, meg hát önmaguk is szívesen művelték a művészetnek a különböző ágait. Nagyon vegyes volt a társaság, az önmel rajztanárok, festőművészek és rajztanárok voltak, maguk pontosan a pedagógiai képzettségük, érzékük segített ahhoz, hogy a köznevelésbe, az emberek ízlésének nevelésével közelebbük jöjjenek a kiállításokon, hiszen sokszor tartottak tárlatvezetést. De volt például fényképész tagjuk is, egy Kis Zoltán nevű fényképész, akinek itt volt a múzeumban műterme, vagy Farkas Gézait már jobban ismerjük, talán a régi szombathelyiek, aki szintén tagja volt, és tagja volt néhány szobrász is, például Rumirajk István, különösen, aki ugye szívünkhöz hozzáll, aztán egy Májer Sándor nevű szobrászművész, és akkor keramikus például Sági Mikaéla, aki a Sági István arborítum tulajdonosnak volt a leánya, aki nagyon jó agyagműves keramikus volt, méghozzá Rumirajk István tanította kerámiára, ő is tagja volt a körnek, és orvosok is tagjai voltak, például Gotthárd István Herényből, aki hát azon kívül, hogy jó orvos volt, ha jól tudom, ideggyógyász volt, kiváló festőművész volt, aki a Franciaországot is megjártott és végzett tanulmányokat, és még több amatőr is volt, de többnyire rajztanárok voltak, tehát nem ebből éltek, hogy eladták a festményeket, az jó jött, hogyha tudtak festményt eladni a kiállításokon, de lényegében ugye iskolákba tanítottak. Említhetnénk még Radnóti Kovács Árpád nevét, igen, aztán hát Gruber Leó, Zalai Tóth János, igen, és még építész sokakkal. Is akadt egy-kettő. Nincs is nagyon időnk felsorolni természetesen mindenkit. Hogyan lett vége ennek a cég szerveződésnek? Hát sajnos a cég az 1944 be megszűnt, ugye akkor már olyan háborús viszonyok voltak, már megtörténtek az első bombázások, berepülések, úgyhogy az utolsó jegyzőkönyv az 1944 májusában született, ott végződik a jegyzőkönyvnek a lapja. Annyit még azért, hadd mondjak, hát talán a két nagyon jelentős tettük volt. Az egyik az 1936-ban rendezték meg az első Derkovics kiállítás. Zalai Tóth János szorgalmazta ezt, akkor ő volt az elnök
az Egyesületnek. Ugye 34-ben halt meg Derkovics Gyula, 36-ban ráébredt a karra, hogy hát azért meg kellene róla emlékezni, és ezt Tóth János szervezte meg. Egy nagy dunántúli képzéseti kiállítást szerveztek itt a múzeumban, és annak az egyik termébe a Derkovics képek voltak, körülbelül 28-30 kép. Az özvegyét is meghívták, és kapott is egy plakettet, egy díjat emlékül a költől. A másik pedig nagyon érdekes volt az 1943-as év. Ugye Szombathely akkor ünnepelte fennállásának 1900. évfordulóját. Ugye Krisztus után 43-ban alapította Claudius a várost, és hatalmas kiállítással emlékeztek meg, és hát a kör nagyon tevékenyen kivette ebből a részét, a kiállítása megszervezéséből komoly anyagot hoztak össze, és a jegyzőkönyvből kivilágzik, hogy nem is akárkik, pártoló tagok is lettek, a kör felkért olyanokat, mint például Grősz József püspök, akit felkértek, hogy legyen a kör vagy a cégnek a pártoló tagja, és egy nagyon szép kis levélbe válaszolt, igen, nagyon köszönöm a megtiszteltetést, és el is vállalta. Aztán Osvi Lajos, a korábbi főispán, szintén tiszteletbeli tagja lett a cégnek, Szűcs István, az akkori főispán, szintén, és még néhány neves ember is tagja volt a cégnek, tehát nem akárkik, mert nyilván ilyen neves emberek akárhova azért nem lépnek be. Tehát volt neve a cégnek, súlya. Péter, nagyon szépen köszönjük. Én azt gondolom, hogy velem együtt sokaknak mondott újat ezekkel az információkkal. Tehát Szombathelyen bizony Szent Márton nevéhez még egy képzőművészeti társaság is kötődött. Én nagyon szépen köszönöm az ismeretterjesztést önnek. Kedves nézőink, a mai műsor végén pedig sorsoljuk az említett nyereményeket. Tehát Szűcs Krisztián és Szálinger Balázs közös projektjének, a Szűcsingernek holnapi koncertjére nyert 2 darab jegyet a 0630-352-2399-es számról. Üzenetet küldő kedves nézőnk, az Agora Művelődési és Sportházban este 7 órakor lesz ez a koncert, és van 2 darab belépőjegyünk a Valentin bálba, ahova a 0620-467-3845-ös szám tulajdonosa nyert 2 darab jegyet. Önöknek szívből gratulálok, köszönöm a figyelmüket, szép estét, viszontlátásra!